köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Bűnmegelőzés napja Tolna megyében, az áldozattá válás és elkövetés veszélyeire hívták fel a figyelmet. Fel a nyúlcipőkkel, jótékonysági futást szerveztek Bonyhádon. Hímes tojást készítettek a gyerekek, húsvéti kézműves foglalkozást tartottak a megyei múzeumban. Elfogytak a parti fecskék fészkelő helyei, a földhányásokba alakítanak ki költőhelyet. Április 12-e a bűnmegelőzés napja. Ennek apropójából a szekszárdi egyenruhások nagyszabású rendezvényt szerveztek a piac térre, ahol az érdeklődők hasznos tanácsokat kaphattak az áldozattá és elkövetővé válás veszélyeiről. Elsősorban iskolások vettek részt a programon, akik elkészíthették a saját új lenyomataikat, megnézhették a rendőrségnél használt fegyvereket, vagy felülhettek egy igazi rendőrmotorra is. Fölveheted, és akkor oda néz. Ott lesznek az új nyomok, és most jön elő. Új lenyomatot vetethettek, fegyvert tartattak a kezükben, felülhettek a rendőrségi motorra, vagy akár a bilincset is kipróbálhatták a gyerekek a szekszárdi piactéren kihelyezett rendőrségi sátorban. Országszerte április 12-én ünnepeljük a bűnmegelőzés napját, amit a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács hozott létre 10 évvel ezelőtt. Ebből az alkalomban a Tolna megyei rendőrök nagyszabású rendezvényt szerveztek Szekszárdon. Bilincset, fegyvereket és motor. Tehát csak megnézzük a dolgokat, és ki lehet próbálni, meg minden. Nagyon szeretem ezt az egészet, és hát nagyon jó, meg az volt a legjobb, amikor kaptam egy új lenyomatot. A Tolna megye szerte meghirdetett programra Szekszárdon is több általános iskolából érkeztek gyerekek. A kilátogató diákok prevenciós teszteket, játékokat próbálhattak ki, beszélgethettek az egyenruhásokkal az esetlegesen felmerülő problémáikról és kérdéseket is feltehettek. Aki akart, bűnmegelőzési témájú kisfilmeket is megnézhetett a sátor mellett felállított tévén. Az egyenruhások azért tartják fontosnak az ilyen jellegű programokat, hogy a gyerekek felismerhessék azt, hogy milyen helyzetekben válhatnak áldozattá, és akár elkövetővé is. Tájékoztatást kaphatnak arról, hogy hogyan lehet valakiből rendőr, és mit, milyen munkát végeznek a bűnmegelőzési és a balesetmegelőzési szakemberek. Az érdeklődők megnézhették a korábban több bűnmegelőzési témában meghirdetett rajzpályázat díjnyertes alkotásait is. A nap végén egyetlen érdeklődő sem tért haza üres kézzel. Többek között közlekedésbiztonsági eszközökkel ajándékozták meg a résztvevőket. Magyarország az energia ellátását a jövőben is biztosítani fogja, így nem szavaz meg olyan javaslatot, mely akár a kőolaj, akár a földgáz szállításokra vonatkozó szankciókat tartalmazna, jelentette ki Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az uniós tagországok külügyminiszterei ülésének szünetében hétfőn. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország nem engedi meg senkinek sem, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg. Hozzátette, a kőolaj és földgáz importra vonatkozó szankciók a magyar gazdaságot leállítanák, aránytalan károkat okoznának az ország számára. Az Oroszországból származó energiahordozóknak az orosz fizető eszközben, rubelben történő kifizetésére vonatkozóan közölte, megvan a megoldás, amellyel Magyarország nem sért semmilyen uniós szankciós intézkedést, és mégis biztosítani tudja az ország földgáz ellátásának biztonságát. Mivel az összes többi ország, akinek van szerződése ez ügyben az oroszokkal, minden bizonyal más fajta szerződést kötött, ezért mi semmilyen szükségét nem látjuk annak, hogy az Európai Unió bármilyen közös fellépést, közös vagy koordinált pozíciót hozzon létre ebben a kérdésben. Ez egy tipikusan kétoldalú kérdés. Két vállalat kötött szerződést, ennek a szerződésnek a módosítására kerül most sor. Jelzem, az eredeti tavaly szeptemberben megkötött szerződésben is kikötésre került az a lehetőség, hogy a fizetés tekintetében át lehet térni más pénznemre az euróhoz képest. 1542 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.874.206 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.812 főre emelkedett. 1800 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.
Tolna megyében 46 új fertőzöttet regisztráltak a hét első munkanapján. Ezzel a járvány kezdete óta 39.642-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Sokan csatlakoztak az elmúlt hétvégén a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola által szervezett jótékonysági futáshoz. Az intézmény a befolyt összegből részben a jövőbeni rendezvényeit szeretné finanszírozni, illetve a közösségi kapcsolatok erősítése is szerepelt a célok között. Többek között zumbával is melegítettek a rajthozállók. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola szervezésében létrejött jótékonysági futógálán. A futáson kívül egyéb családi programok is színesítették a palettát. A legkisebbek számára tojáskereső verseny volt, a kísérő programok között pedig népzenei bemutató is szerepelt. Fábiánné Csiszér Elvira, a Diák Önkormányzat vezetője elmondta, hogy a tanulók segítségének köszönhetően kitalálták, hogy a húsvéthoz közeli futógála neve frappánsan a felanyúl cipőkkel legyen. Amíg az alsós korcsoport elindul a futóversenyen, addig mi titokban eldugjuk a tojáskákat az udvar minden részén, hogy a kicsiknek legyen majd egy örömteli pillanat, hogy ki hány csoki tojást fog megtalálni. Steiner Krisztián igazgató úgy nyilatkozott, külön öröm számára, hogy a szülőkön és pedagógusokon kívül az iskola volt diákjai is csatlakoztak a programhoz. A Széchenyi István Általános Iskola hagyományteremtő szándékkal rendezte meg első alkalommal a mai jótékonysági futást, aminek a felanyúl cipőkkel címet adtuk. Igazából ez egy olyan kezdeményezés, aminek van egy olyan célja, hogy az iskola rendezvényeit, programjait támogassuk. Ez az egyik. Ennél is fontosabb, hogy a pandémia járvány miatt nagyon sok rendezvényünk elmaradt, és igazából ezt a közösségi érzést szerettük volna erősíteni ezzel az eseménnyel. A jó hangulatban telt programsorozat nem csak diákokat, hanem felnőtteket is vonzott, akik egy kis mozgáson kívül részt vehettek egyéb, az iskola diákjai által előadott zenés bemutatókon is. Új támfal épült Pakson a Bástya utcában. Egy baleset veszélyes területet fejlesztettek, hisz a környező házakat és a közlekedést is veszélyeztette már a régi kifelé dőlt tartó szerkezet. A beruházásnak köszönhetően szélesedett is a szűk egyirányú utca, és parkoló is kialakításra került a támfallal ellenben. A felújítás költsége közel 6 millió forint volt. A kivitelező a körzet önkormányzati képviselőjének mutatja az elkészült fejlesztést. 2021. novemberében kezdődött el Pakson a Bástya utcában egy támfal újjáépítése, mely a régi elbontásával indult. A már kifelé dőlt régi tartószerkezet a műszaki előírásoknak sem felelt meg. Ezt nagyon régen a lakók maguk készítették, különösebb szakértelem nélkül. Akik attól kellett tartani, hogy az útra ki fog dőlni, elkezdett omlani a támfal, hogy ki fog dőlni a közlekedésben, ugye komoly problémát okozhat, és hogyha kimegy a támfal, akkor a házaknak a megsüllyedése, illetve a kerítésnek a megsüllyedése is előfordulhatott volna. A napokban elkészült a két rétegben bevasalt, mintegy 31 méter hosszú betontámfal. Megtörtént a csapadékvíz kivezetése a házak oldalától, tehát itt már probléma nem lesz, ami nagyon fontos, és ráadásként van, hogy megszélesedett emiatt, a támfal bevétele miatt az úttest egy kicsit, hiszen mindenki tudja, hogy a Bástya utca egy nagyon keskeny utca, egyirányú utca, közlekedni nagyon nehéz rajta. Mintegy 70 centivel szélesedett az út, mely a forgalom szempontjából igen fontos a szűk egyirányú utcában, illetve a biztonságos közlekedést segítő parkoló is épült a támfallal ellenben. A beruházás közel 6 millió forintból valósult meg, nagy részt a tavalyi éves választókerületi céltartalék felhasználásával. Felmérések szerint, ha nem csökken az utazási kedv, akkor az utolsó pillanatos foglalások beérkezésével kiemelkedő lehet a húsvét, a 2019-es ötödével vagy akár negyedével is több foglalás várható. A bruttó közvetített forgalom már most megdöntötte a 3 évvel ezelőtti rekordot, 58%-kal túlszárnyalta azt. Az éjszakánkénti ár egy személy részére harmadával nőtt. Idén országos viszonylatban átlagosan fejenként 10 000 forintba kerül egy éjszaka húsvétkor. Minden negyedik ember wellness szállást választott a hosszú hétvégére.
Eger, Budapest, Gyula, Hajdúszoboszló és Pécs bizonyultak most a legkeresettebb úti céloknak. Az első negyed évben 2019-hez képest 19%-kal és 2020-nál 26%-kal többen foglaltak szállást. 76 kisdiák tanulta meg kedden a Vosinszky-Mor megyei múzeumban a tojásfestés rejtelmeit. Az intézményben több évtizede minden esztendőben megrendezik a húsvéthoz kapcsolódó népi kézműves foglalkozást, a koronavírus járvány miatt viszont az elmúlt két évben ez elmaradt. A szervezők fontosnak tartják a hagyományok életben tartását, és hogy minél több gyerekkel megismertessék a népi kultúra egykor fontos elemeit. Hímes tojást készítettek a gyerekek a szekszárdi Vosinszky-Mor megyei múzeum pincéjében. Szokás az intézmény életében, hogy minden évben húsvét előtt tojásfestő szakkört hirdetnek a környező általános iskolásoknak. Az első csoport a DNS Valéria általános iskolából érkezett. Varga Zorka elmondta, hogyan készítették el a hímes tojást. A viaszba belemártotta a Pili néni azt, és utána rajzolt rá, belemártotta a piros festékbe, utána pedig megmelegítette, és utána letörölte. Úgy lett belőle színes tojás. Hepp Lilian büszkén mutatja az elkészített tojását, azt mondja, a szüleinek adja majd oda ajándékba. Én egy szívecskét, ilyen lebetiket, hogy tudják, hogy az enyém, és virágokat rajzoltam a tojásra. Sámuelné Fekete Hedvig elmondta, az iskolában is nagyon odafigyelnek arra, hogy a gyerekek megismerjék ezeket a régi hagyományokat, igyekeznek az összes ilyen lehetőséget kihasználni. Hozzátette, ezeknek a foglalkozásoknak tanító célzatuk is van. Nagyon szép munkák születtek, és nagyon örülnek neki. Ezt kellene nekik most már megtanítani, hogy amit a saját kezükkel alkotnak, az mindig sokkal értékesebb, mint amit vesznek valahol. A szakkört Lehel Péterné tartotta, aki elmondása szerint már 40 éve jár ezekre a foglalkozásokra a múzeumba. Kiemelte, fontos, hogy a gyerekek érdeklődését is felkeltsék a tojásírás iránt, hiszen csak így tud fennmaradni ez az évszázados hagyomány. A faluban már szinte rajtam kívül más nem csinálja ezt a tojásfestést ezzel a technikával, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez a hagyományos tojásírás művészete tovább öröklődjön a nemzedékeken. A foglalkozásokon összesen 76 gyerek vett részt, és próbálhatta ki a tojásírás rejtelmeit. Az adó ellenőrök a héten a megye egész területén ellenőrzik a húsvéthoz kapcsolódó termékek értékesítőit, különös tekintettel a piaci kitelepülőkre, valamint a tojás, hentesáru és édességkereskedőkre. Az ellenőrök vizsgálják többek között a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. Könnyen megelőzhető, hogy a parti fecskék veszélyes helyekre költözzenek, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, amely megelőző módszerként az építkezéseken a földfalak ponyvás letakarását javasolja. A madarak védelmére az április második felétől május végéig kiemelten figyelni kell, hiszen ebben az időszakban kerestek maguknak fészkelő helyet. Évről évre országszerte jelentkező madárvédelmi probléma, a tavasszal hazaérkező parti fecskék beköltözése az épület alapokba, építési földhányásokba. Olyan helyekre, ahol éppen ezért hónapokra le kell állítani a munkálatokat, különben a teljes kolónia, a tojások, a kotló és etetőmadarak, illetve a fiókák pusztulását okozhatja. Ezek a fecske kolóniák automatikus védelmet élveznek, ezért ezeken a helyeken az építkezés természetvédelmi és állatvédelmi törvény értelmében sem folytatható, mondta el Hága Krisztián, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi önkéntese. A fészkelésük végéig őket már bolygatni nem szabad, és ez nyilván akár egy egész éves csúszást, és ezzel együtt kellemetlenséget is okozhat az építkezőknek. Tehát ezekre tettek olyan ajánlásokat, hogy még ezt megelőzően
fedjük le valamilyen anyaggal. Egy egyszerű ponyva is megteszi ezeket a számukra alkalmas felületeket, és akkor nem lesz ilyen probléma, és a fecskéket sem veszélyeztetjük. A parti fecskék fészkelőhelyei a rohamos urbanizációnak köszönhetően egyre csökkennek, ezért kénytelenek ezek a madarak építkezéseken elhelyezett földhányásokba épületalap gödör függőleges falába kialakítani maguknak költőüreget. Április közepe, május eleje környékén már visszaérkeznek, és elkezdik kiválasztani ezeket a helyeket, tehát ahol megjelennek, és ahol már a költésbe is belekezdtek, ott az a terület már nem bolygatható a költési időszak végéig, tehát nagyjából ilyen szeptember környékéig. A probléma könnyen elkerülhető, ha az ilyen potenciális fészkelőhelyeket akár a napi munkavégzést követően, de legalább egynapos munkamegszakítás esetén mindenképpen ponyvás takarásra tesszük a parti fecskék számára érdektelenni. Regionális híreink következnek. Végleges eredmények a választáson Baranyában, 3 jobboldali, 1 baloldali képviselő egyéniben. Húsvét még mindig a sonka a legkelendőbb étel. Segítik az autizmussal élőket az egyetem szervezett jótékonysági akciót. Megérkeztek az utazó és a külföldön leadott szavazatok szombaton Pécsre is. A törvény szerint a magyarországi lakcímmel rendelkezők egyéni és pártlistára is szavazhattak tartózkodási helyiktől függetlenül. A más településen, de hazánkban leadott szavazatok, illetve a külhoni voksok is zöld borítékban érkeztek a pécsi városházára a szavazatszámlálókhoz. Baranya megye egyes körzetében szoros állás mellett várták a voksolás eredményét. Számolják a zöld borítékos szavazatokat a pécsi városházán. Baranya 1-es és 2-es körzetének voksait összegezték itt szombaton. Az egyik legszorosabb állás alakult ki április 3-án este országosan is Baranya 1-es választó körzetében. 255 szavazattal vezetett akkor Mellár Tamás Kővári János előtt. A 100%-os feldolgozottság után 1153-ra nőtt a baloldali összefogás jelöltjének előnye, és ezzel megnyerte körzetét. Kővári János kamerán került ismerte el Mellár Tamás győzelmét hétfőn. Jó munkát kívánok neki. Ami pedig Pécset illeti, miután ekkora a bizalom, és nagyon sokan jelezték már, hogy számítanak rám a jövőben is, ezért jelzem a pécsieknek, hogy maradok, Pécsért fog dolgozni, és a 24-es önkormányzati választást pedig meg is fogjuk nyerni. Több szavazatot kapott a polgári oldal most, mint 2018-ban. Ez adhat reményt a győzelemre a közelgő önkormányzati választáson. Az előzetes felmérések szerint lehetett tudni, hogy a külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkezők nagy százalékban balra szavaznak. Ez jelentette a különbséget a fideszes jelölt szerint. Egy kormányellenes kritikát fejezte ki. Nem csoda, hiszen a nyugati országban, Magyarországról olyan sötét képet kapnak a médián keresztül, ami beárnyékolja talán a tekintetüket. A helyi munkában bízom, a pécsi munkában bízom, hangsúlyozom, és erre alapozom azt, hogy 2024-ben meg fogjuk nyerni az önkormányzati választást, mert a pécsiek a pécsi érdekek mellett fognak szavazni, hiszen mit is tehetnénk mást? Mi pécsiek vagyunk, ez az otthonunk. Baranya 2-es, vagyis a másik pécsi központú választókerületben Hoppál Péter 1672 szavazattal kapott többet a baloldali jelöltnél, Szakács Lászlónál. Baranya 3-as és 4-es egyéni választókerületeiben a levélszavazatok már nem hozhattak változást. Hargitay János és Nagy Csaba is több ezer szavazattal kapott többet, míg a zöldborítékos voksok száma a 2000-et sem érte el összesen egyikük választókörzetében sem. A sonka igen előkelő helyet foglal el a húsvéti ünnepi asztalon. Népszerű még ilyenkor a tojás is, ám mindkét élelmiszer tekintetében drágulással kell számolni, mondják a szakemberek. Megkérdeztük a pécsieket, ők készülnek-e ünnepi menüvel, és milyen szempont alapján szerzik be az élelmiszert. Közeledik a húsvét, így egyre többen készülnek az ünnepre. Népszerű ilyenkor a sonka, a tojás, de vannak olyan háztartások is, ahol nem ragaszkodnak a hagyományos ételekhez. A pécsiek között is akadtak, akik bevált termelőtől, ismerőstől szerzik be a húst, mások pedig nem tartják olyan fontosnak az ünnepi menüt. Zöldség, sárgarépa, zeller, savanyúság, sonka, tehát ezt nem kell, mert disznót vágunk, tehát ez megvan. Akkor rétes szoktam csinálni. Te mit szoktál? Én még tortát.
Igen, Portátos a piamilhoz Anglia, úgyhogy most készülök, Angliában van kint 20 évben, majdnem a 18 éve, úgyhogy készülünk, várjuk sonkával, természetesen tortával, meg amit így. Ez a sonkát honnan szerzi be, vagy a különböző alapanyag? A sonkát egy nagyon jó ismerősünk, aki saját maga pácolja. Régen a férjem is csinálta, de hát most már ugye, hát az idő felettünk már nem csináljuk, de egy ismerősre szerzük, és nagyon-nagyon jó minőségű, és nagyon jó. Egyedül vagyok, úgyhogy nincsenek olyan nagy terveim most is jött a kapcsolatba, valami nagyobb beruházásba belefogja. És úgy egyébként ünnepi menüt szokott esetleg magának készíteni, vagy ha van hangulatom hozzá, akkor igen. És ez mi szokott lenni, honnan szerzi be az alapanyagot? Változó. Amit ismerek üzletben. Akkor megvan egy bevált termelő. Meg. És a minőség a fontos, a forma, milyenféle sonkákat szokott keresni? Hát a hagyományos. A tavalyihoz képest idén akár 20-30%-kal is drágulhat a húsvéti sonka. Még az előző évben 2500 és 3000 forint között vásárolhattak az ünnepi finomságból, addig 2022-ben már megközelíti a 4000 forintot is az ilyen húsféle ára. A húsvéti asztal másik fontos része a tojás, ami nem csak ételként használható fel, ám ennek a hozzávalónak is feljebb mehet az ára. Mi? Hogyha tojást veszünk, akkor mi 150 darabot szoktunk venni, mert ugye festünk is, főzünk is le, meg töltött tojást is szoktunk csinálni, és akkor szoktunk várni gyerekeket, hogy jönnek köszönteni, és akkor szoktunk venni tojást, festett tojást, akkor csokit, akkor pénzt, mindenfélét. A statisztikák szerint egyébként ilyenkor fogyasztjuk el az éves sonka kínálat mintegy 30%-át, amelynek a legjelentősebb hányadát a kötözött sonkafélék teszik ki. Ebből az élelmiszerből a húsvéti időszakban mintegy 700-800 g fogy fejenként, ami átlagolva 1700 forintba kerül személyenként. Fuss az autizmussal élőkért ezzel az elnevezéssel tartott jótékonysági futást a Pécsi Egyetem szombaton. A jótékonysági akciót eredetileg április 2-án tartották volna, azonban az időjárás közbeszólt. A futók nevezési díját adták az egyik pécsi alapítványnak, akik eszközöket vesznek, illetve nyári tábort szerveznek az autizmussal élőknek a pénzből. Bemelegítenek a futók a Pécsi Egyetem rektori hivatala előtt szombaton. Ide várták azokat, akik a Fuss az autizmussal élőkért akcióra jöttek, hogy segítsenek. Az adományok az gyakorlatilag úgy néznek ki, hogy a PTE sportiroda a költségvetéséből megvásárolja előre ezeket a pólókat, felkasírozzuk és elkészítetjük, és utána itt valójában én szerintem egy szerény összegi 1500 forintért veheti meg az, aki futni szeretne, vagy aki támogatni szeretne. Nagyon sokan vannak, csak akik eljönnek, megveszik emlékbe ezt a kis pólót, és annak az összegnek a teljes egészét átadjuk majd az alapítványnak. Kékek a pólók, mert ez a színe jele az autizmusnak, mondja a sportiroda vezetője. A bemelegítés után a Széchenyi térre futottak fel az indulók a 48-as térről. Közel 3 kilométer volt a táv. Fontos kiállni azokért, akik nem tudnak magukért kiállni, és ezért jó ez a rendezvény, és úgy gondoltam, hogy elrángatom a lányokat futni. Mondta Kata, aki 3 barátnőjével együtt teljesítette a kihívást. A Pécsi Autizmus Alapítvány kapta a futásból összegyűlt nevezési díjakat. A gyermekek fejlesztéseikhez szükséges eszközöket szeretnénk tovább bővíteni, illetve olyan eszközöket kívánunk még beszerezni, amelyek jelenleg nem megoldhatók a részünkről, mert sajnos picit borsos árral rendelkeznek, valamint idén először szeretnénk az autizmussal élők részére tábort indítani, és ezt szeretnénk még az összegből megvalósítani. Az akcióban 600-an álltak rajthoz. A város főterén zenével, táncos produkcióval fogadták a célba érkezőket szombaton. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Bűnmegelőzés napja Tolna megyében az áldozattá válás és elkövetés veszélyeire hívták fel a figyelmet. Fel a nyúlcipőkkel, jótékonysági futást szerveztek Bonyhádon. Hímes tojást készítettek a gyerekek, húsvéti kézműves foglalkozást tartottak a megyei múzeumban. Elfogytak a parti fecskék fészkelő helyei, a földhányásokba alakítanak ki költőhelyet. Szerdán szikrázóan napos, kellemes idő várható, néhol kevés gomoly felhővel. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, csapadék nem érkezik. Éjszaka sem várható változás, az időjárás jellegében marad a nyugodt, csillagfényes, szélcsendes idő.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!